idén második alkalommal rendezték meg a Borúti Gála estet Siklóson. A Villany Siklósi Borút Egyesület rendezvényén az alapító Becker Leonóra nevével fémjelzett díjakat is átadták. A kitüntetést ezúttal Bok József és a Siklósi Vár vehette át. A szervezet számára fontos, hogy a tagoknak legyen egy olyan platformja, ahol rendszeresen találkozhatnak és megoszthatják tapasztalataikat. A Borút Egyesületnek alapvetően is a célja ugye a Villányi Borvidéknek a felemelése, illetve a Villányi Borvidék borturisztikai szolgáltatóinak a népszerűsítése. 94-ben alakult meg az Egyesületünk egyébként, és azt gondolom, hogy egy töretlen fejlődésen ment át az elmúlt 25, most már 27 évben. Az Egyesülettel az év minden napján együttműködik a város, legyen szó a hegyi utak fejlesztéséről, vagy nagyobb szőlőbirtokok csapadékvíz elvezetési problémájának megoldásáról, mondta el beszédében a polgármester. Régl Gábor kiemelte, hogy abban látja a szervezet legnagyobb szerepét, hogy olyan szakmai háttérrel, infrastruktúrával rendelkezik, melyek előre tudják mozdítani a következő akár 10 éves fejlesztéseket is. Én azt gondolom, hogy a város szempontjából talán a két legnagyobb fejlesztési elképzelés. Egyrészt a Siklósi Várnak, mint helyszínnek a fejlesztése, hiszen az Egyesülettel való együttműködés odáig jutott, hogy láthatóan például ezek a minőségi rendezvények már kinőtték magukat, és olyan nemzetközi konferenciáknak is helyszínt szeretnénk adni, ahol több százas létszám jelenik meg. A másik stratégiai irány pedig a tenkes infrastruktúrális fejlesztése, amivel a borászatokat szeretnék támogatni, tette hozzá a polgármester. A gálaesten bemutatkoztak az Egyesület új tagjai is, de néhány helyi védjeggyel ellátott terméket is megkóstolhattak a résztvevők.